Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok, jön egy kis Warframe is, ahogy a cím is mutatja, jöjjön Brutal Frost, Anna Greenier Nightmare. Egy ide akartam már Frost videót csinálni. Na most visszamenve egy kicsit a történelemben, és tudom, hogy hogy vagyunk mi a frosztal, vagyis hát akik régebb óta játszanak, meg szerintem az, az újak nem biztos, de akik régebb óta játszanak, úgy vannak a frosttal, hogy a frost, ugye az, az egyik alapkarakter volt, hogy a defense küldetése kellett menni, mert régen a bubia idő alapú volt, és ez az idő alapú az annyira praktikus volt, hogy leraktad, aztán volt 30 másodpercnyi glóbod, uh, globod, ami megvétett minden szartól gyakorlatilag. Aztán később jött ez az uh, életes hülyeség, hogy a globnak élete van, és onnan kezdve a Frost már nem lett olyan megbízható a defense mert csak arról szólt egy idő után a defense, hogy a Frost rakosgatja a bubit, és más nem is csinál. És ez így nem volt túl praktikus. Ám az emberek az igazság, hogy szerették a Frostot, de mivel, hogy nem igazán látták máshol nagyon használt ennek a karakternek, csak a defense küldetéseken, így, így a legtöbb játékosnál polcra került. Pedig pedig, kurva jól néz ki a karakter, a képességei nagyon hangulatosak, és jól néznek ki, és nagyon jó a témájuk, és az ultimate képessége az képes armort elvonni 100%-ban is, hogyha erre szükség van. Na most ezt emezen képességét az emberek annyira nem használták ki, mert nem volt túl energia hatékony, aztán egy kicsit később jött az Energize, de az emberek még mindig nem bildeltek Ultira um, Frostot. Úgy érezték, hogy nem igazán éri meg, mert hogy nincs igazán se damage -e, se semmi, és ez az, az Armor Removal, az meg tudták oldani az emberek teljes mértékben máshogyan is. Ám a Warframe változik, és lehetőséget adódnak friss és új ötletekre. Az ok talán, amiért az emberek nem csináltak ilyen ultira kihelyezett frostot, az maga a Warframe sajátossága. Egyrészt jöttek azon Warframe-ek, amelyik über damage saját életüket tudják tölteni, blablabla, bla, bla, és ez egyre-egyre háttérbe szorította a frostot, mert a frostnak az egyetlen olyan képessége, ami igazából életben tartaná őt, az a bubi lenne, esetleg egy Arkane Grace, esetleg ugye a, a Condition Overload, bocsánat, a Healing Return, a Healing Return és a Life strike a kardotban, és ez macerává teszi a Frostal való munkát, és egyre-egyre háttérbe szorult a, a Frost. Ez az egyik ok. A másik ok az az volt, hogy gyakorlatilag nincs, nem igazán van neki crowd controlja. Jó, igen, az ultival lehet crowd control, de nem lehet oly hatékonyan, oly figyelmesen uh, játszani vele, óvatosan kellett küzdeni vele, és ehhez képest ugye jöttek újabb-nál újabb ne újabb warframe ek és, és emiatt is háttérbe szorult a drága. Pedig van megoldás. Amit itt láttok ebben a videóban. Szóval ez a build helmites build. Viszont most mondom nektek, viszont most mondom nektek, hogy teljes mértékben működik a helmit nélkül is. Nagyon ajánlom kipróbálása számotokra. De amit én helmittel beolvasztottam, az a rezonátor. Na most a rezonátor az oktávia 2-es képessége, amióta meg lehet szerezni ezt a képességet, én nagyon sok warframe olvasztottam bele, azt hiszem kinőtte magát az egyik kedvenc uh, képessége. Miért? Főleg azért, mert ugye elbubítja az enemit, hozza felédőket, nem kell túl sokat mozgolódni, az enemik oda jönnek hozzád, nem lőnek rád. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem lesz egy-két eltévedt golyó, főleg azok, akik távolabbról lőnek, viszont Elképesztően jól működik a frost ultival. Közelebb húzza hozzád az elemiket, vagy te maradsz a rezonátor közelében, teljesen mindegy, elultizod magad egy 200%-os strength-es frosttal, a 100%-os armor remover-t jelent, szóval teljesen elveszi az armort a 200%-os fagyasztás a frostnak, adsz neki némi időt, hogy legyen időd legyilkolni őket, és voilà, Szefini. Egy, egy, folyamatos DPS-t is biztosít, ugye a rezonátor dps el az elemit, az ultival, azon kívül elveszed az armort, még rá egy kis damage és aztán utána azzal végzett ki őket, amivel akarod, igazából. És egy nagyon hatékony, nagyon csapatorientált, de amint látjátok, szólóban és tökéletesen elboldogulok öm, vele ezzel a bildel, és egyszerűen brutál Uh, ahogy végig lehet haladni az enemiken, kifejezetten armoros enemiken, oké? Okay. Sok Sokfajta build létezik Frostra, de azt hiszem számomra most már ez az egyik leg legpusztítóbb, gyorsan végig haladsz az enemin, crowd controlod van, kétszeres crowd controlod van a fagyasztás és a rezonátor uh, téren, és ha még fokozni is akarod ezt az egészet, lehívsz magadnak egy spektert, ha szólóban vagy, vagy ugye hát a csapattársak azok teljes mértékben ki tudják egészíteni ezt a, ezt a bildet, és te ki tudod egészíteni némi crowd control ezt az egészet. Kempelős, rassolós játék, defense, szóló, survivor, anyám a elviheted. Na, de nem is húzom nagyon tovább az időtöket, ami a modolásról van szó, szóval ezt találtam ki rá, egy guardian vagy grace, hát grace annyira nem kell, mert nincs vitality, nincs is rá szükség, um, egy guardian azért ki tudja jól jön, fene tudja, azt raksz ide, amit akarsz, de az Energize az jó, hogyha van. Tehát ez a build -ok a legdrágább része, ez az Energize um, című történet. 268 strength-nél az armor reduction 107% eh, százalék, uh, tehát magyarul nem lesz nekik armorjuk egyáltalán, láthatjátok is a, a gameplayben. A rezonátor az teljes értékben ugye elkábítja az enemiket, és... Um, gyakorlatilag nem lőnek rád, ami, ami nem rossz. Természetesen a távolabbról lövő enemik 1-2 eltalál, eltalálhat, de a shield gating igazából azt megállítja, és rengeteg opciónk van már, hogyha bekapadnád azt a halálos lövést, amit megállít a shield gating, kijössz tenóba, elmenekülsz, elultizolsz, már nagyon sok minden van, a túlélés ez a warframe, -e, amihez már nem nagyon van szükség ilyenekre, hogy vitality és a többi, vagy extra range, hogy a rezonátor nagyobb range-en működő, 21 méter az már egészen jó, és nagyon jól kooperál az ultival, mert ugye az is 21 méteren van. Amit látjátok, a damage elég nagy, 260 8%-os strength-en, és az élettel rendelkező enemikről, akit lefogyaszt, az, az igen igen-igen pusztítóan hat, még akkor is, hogyha magas szintűek, mint például a Steel lévő enemik. Um, nem tudom, hogy meddig lehetne ezzel a build bírni, elég sokáig el lehet menni vele, hogy őszintelek hogy jó fegyvereid vannak, és a többi. Szóval ez, ez lenne rá a bildem, egy rolling csak a biztonság kedvéért van ott, de akár az is lehet, hogy még, mert nekem nagyon fontos, hogy a 100%-os armor remover legyen, és amint látjátok azért, ezzel még csak 83%-os, így is kurva OP, de 80%-os armor reduction, instant pusztít el mindenkit, de Uh, számomra sokkal jobban mutat a 100%-os Armor Removal, hölgyeim és uraim. Ennyi lett volna a 2020-as Frost update-en, mint mondtam a Build működik nagyon jól a Rezonátor nélkül is, de egy kis extra Crowd control adtam be a Warframe-ben. Uh, endgame felé haladva ez a legfontosabb, és Steel úgy gondolom, hogy végképp fontos, hogyha van tömegszabályozásod, mivel az enemi mennyisége sokkal több, mint normál módban, és az életük is sokkal több, mint normál módban, Így idő kell, mindez egy kicsivel több idő kell, és azon idő alatt az enemi visszalő rád nagyon keményen, így egy kicsit több tömeg szabályozással az ember nagyon nagy boldogságot érhet el magának ebben a játékban. Srácok, tetszett a videó, dobja lájkot, iratkozz föl, csengőjelecskére nyom rá, hogy értesítést kapja videókról, Discord csatornánk, klánunk, mindenhez linkek videó leírásában. Nagyon köszönöm a figyelmet, szia! 100.